Bátorszék város önkormányzatának képviselői úgy döntöttek, egyhangúan elfogadják a 2020 évi költségvetés koncepcióját. Bozsolik Robert polgármester bevezetőjében arról beszélt, a legfontosabb vezérlő elv a biztonságos működés, és ennek megfelelően készült a költségvetés. Tekintettel arra, hogy a városnak még nincs elfogadott 5 éves cselekvési programja, ezért a 2020-as költségvetés markánsan az intézmények és az intézmények működtetését szolgáló épületek felújítását, karbantartását tartalmazza. Ez gyakorlatilag a számvevőségi épülettől a városházán keresztül a tájházig. Tehát ezek voltak a markánsabb pontjai a költségvetésnek, és természetesen tartalmazza mindazokat a városüzemeltetési feladatokat is, amely egy kisvárosi lét legalább 2019-es színvonalon történő működéséhez szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy vannak benne mozgásterek, mert a szabad forrásokon belül ezt meg is tehetjük, de akkor kicsit borulni fog az egyébként a költségvetés rendszere. Alapvetően, mint ahogy az elmúlt években, 2020-ban is arra törekedtünk, hogy a város költségvetése stabil, kiszámítható, biztonságos és megfelelő módon végigvihető legyen, valamennyi intézmény számára biztosítsa azokat a forrásokat, ami a működésükhöz 2019 év, illetve 2020 évi színvonalon szükséges. Biztosítja véleményünk szerint azokat a forrásokat, ami a társadalmi szervezetek működéséhez szükséges, hiszen mind a kiemelt szervezeteknek, mind az egyéb szervezeteknek megfelelő, sőt a 2019-hez képest emelt összegű kereteket tartalmaz. A szociális ellátás területén is törekedtünk arra, hogy az év végén módosított helyi rendeletünkhez igazodóan és a várató igényekhez igazodóan egy kicsit emeltebb összegű keretben tudjuk biztosítani a működést, sőt abban is döntés született, hogy ha és amennyiben ez mégsem lenne elegendő, akkor megfelelő céltartalékot is képeztünk a források kiegészítése érdekében. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy gyakorlatilag ez a költségvetés ebben az esztendőben is külső forrás bevonása nélkül tartalmaz bevételi oldalt, ami azt jelenti, hogy semmilyen hitelt nem kell felvenni annak érdekében, hogy a város mindazon elképzeléseit, amelyet ebben az első fordulós anyagban szerepeltettünk, meg tudjuk valósítani. A költségvetés jelen állapotában nem a végleges változat, várhatóan számos módosító indítvány lát majd napvilágot. Mindaddig, amíg ezek az észszerűség és az elvek mentén születnek meg, lehet róluk tárgyalni, mondta a polgármester. Amennyiben azon elképzelések mentén születnek ezek a módosító indítványok, meg valójában tényleg a mátaszéki közösség épülését és fejlődését szolgálja, megfelelő módon támogatni is tudjuk, hogy a költségvetésünk elfogadásra kerüljön. A vízrendszer korszerűsítése kapcsán az önkormányzat kénytelen saját forrásaihoz nyúlni. Igaz, ezzel jelentős költségcsökkentést ér el. A vízi közmű rendszerhez kapcsolódó szennyvízhálózaton lévő átemelő szivattyúkat kívánjuk korszerűsíteni, energiatakarékosabbak lesznek, és együttműködve az Erőbb ZRT-vel ez a pályázat benyújtásra került, és ehhez szükséges a saját erőbiztosítása. Kedvezőbb nyilván ez a szám, amit a saját forrásból kell biztosítani, viszont rendelkezésünkre áll használati díj, amit az Erőv szed be gyakorlatilag az ivóvízdíjakból, és ezt a forrást fogjuk mellé tenni, és ezzel együtt fog ez a beruházás megvalósulni. A Bátaszéki Tájház országos védelem alatt álló épületet több pontján megsüllyedt és repedezésnek indult. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani, és ennek érdekében felmérések készülnek. Minimális magasságú vagy mélységű alapot építettek, és emiatt süllyedések találhatók rajta, illetve a süllyedésből adódó repedések vannak szinte mindenütt a házon. Ehhez a szakvéleményhez készült egy tervdokumentáció, ami ugye a javítási módokat tartalmazza. Ez a két dokumentum kerül az idei évben kiegészítésre, azzal, hogy az előkészítési munkákra pályázatot tudunk most benyújtani, ami 50%-os támogatási intenzitást jelent Bátaszékváros tekintetében. Amennyiben ezek napvilágot látnak, a városnak lehetősége lesz majd pályázni a felújításra az év második felében.